Most pedig megkérném Tokár Gézát, aki szintén ebben a témában hogy ossza meg gondolatait, és utána pedig lehetőség van a vitában kifejteni a kerekasztal résztvevőinek is a véleményét ehhez a témához. Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ismét. Mielőtt még hozzákezdenék az előadásomhoz, szeretném vepotolni az egyik mulasztásomat, amit az első megnyilvánulásomkor nem mondtam. Méghozzá azt, hogy nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy két olyan testületnek is a képviselői itt vannak a köreinkben, akik nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a kerekasztal ott tarthat most, ahol a tevékeny hozzájárulásukkal legyen az eszmei vagy anyagi. Ez pedig egyrészt a Budapesti Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a delegációja. Ennek a testületnek nagyon sokat köszönhetünk. És másrészt pedig szeretném megemlíteni a kormányhivatal emberi jogi osztályának egykori vezetőjét, Petőc Kálmánt is, ugyanis az emberi jogi osztály valóban nagyban hozzájárult a kerekasztalos projektek megvalósításához az elmúlt időszakban. Sajnos Kálmán már nem tartózkodik ebben a tisztségben, és sajnos az emberi jogi osztálytól sem kaptunk már támogatást a kerekasztalos pályázatainkra, de ahhoz, hogy idáig eljuthattunk, mindenképpen nagyon nagy szükségünk volt az ő tevékeny segítségére és hozzájárulása, úgyhogy szeretném megköszönni Kálmánnak is. Ezután a felvezető után, ami igazából letért a tárgytól, szeretnék visszakanyarodni a tárgyhoz, hiszen egy nagyon fontos, és megmerem előlegezni, hogy az egyik legfontosabb témáról van szó, ami a jelenlegi konferencia során előjöhet és jelentkezhet. Ez pedig maga a dokumentum, az a szlovákiai magyar alapdokumentum, amelynek az elfogadása és az arra való reakciók olyan kérdéseket vetettek fel, ami, hát ne kerteljünk, ez nagy valószínűséggel meg fogja határozni a kerekasztal fogadtatását és irányultságát is a következő években. És ez a fogadtatás ez lehet pozitív vagy negatív is egyébként. Hiszen ugye azt kellett látni, hogy a kerekasztal még korábban nem vett részt olyan szimbolikus akciókban, melyek során mondjuk a pártok mellett mutatkozott volna. Most hirtelen elfogadásra került egy dokumentum, hirtelen megjelent a személyen, megjelent Tokár Géza, Bugár Béla és Berényi József oldalán, és az, aki ezt a folyamatot úgy látta, hogy közvetlenül nem volt részese, vagy részben volt a részese, az feltette magának a kérdést, hogy mit akarhat ezzel a kerekasztal. Vajon mi lehet ezzel a szándéka? Hogy ez valóban annak a jele, hogy átpolitizálódik valamilyen módon a szervezet? Egyáltalán nem történhetett meg például az, hogy a kerekasztal most a politikai pártoknak tulajdonképpen tett egy gesztust és elfogadott egy semmitmondó dokumentumot, ami önmagában egyáltalán nem jelent megoldást a szlovákiai magyarságnak a problémáira? Ezek a kérdések, ezek teljes joggal merültek egyébként fel, hiszen korábban ilyen kezdeményezésre nem volt példa. És ezek a kérdések a továbbiakban, a jövőben is fel fognak merülni, főként akkor egyébként, hogyha az Öllős úr által már megelőlegezett, gyakorlatilag a dokumentum továbbfejlesztett változatának vagy értelmezésének számító munkák, a konkrét megoldási javaslatok, amelyek a dokumentumban meghatározott alapelvekből indulnak ki, hogyha ezek a javaslatok valóban meglátják a napvilágot. Ezért nagyon fontos dolog erről a témáról beszélni, és ezt a témát kibeszélni. Nagyon dióhéjban mondanék valamit az egyeztetésekről, arról, hogy miként jutottunk el a miniumig, hiszen ez gyakorlatilag benne van az előadásom címében is, ami ennek a szlovákiai magyar alapdokumentumnak az elfogadását megerőzte, az a közvetlen előzménye gyakorlatilag egy MKP-val zajló egyeztetés volt, ahol az MKP több szimbolikus ponttal is jelentkezett a kerekasztalnál, azzal együtt, tehát az a választások után történt, azzal a szándékkal, hogy szeretné, hogyha a kerekasztal ezekbe a szimbolikus pontokba beleegyezne. Erre való reakcióként gyakorlatilag a kerekasztal benyújtotta a minimumtervezetnek a kezdetleges változatát, azt, ami eljutott a sajtóba is, és mindenki számára ismert volt. Ez gyakorlatilag egy olyan 7-8 pontos minimumtervezet volt a munkafázisban, azzal együtt, hogy ha már beszélünk, és ha már együttműködésről beszélünk, akkor beszéljünk egészen konkrét dolgokról, olyan dolgokról, amelyeket lefektethetünk a papírra, és megvalósíthatunk a valóságban is. A későbbiekben pedig, miután ez a minimumtervezet ugye napvilágot látott, jött a következő lépés, hogy ebbe a tervezgetésbe, ezt a tervezgetést, ezt három
fél bevonásával lehet csak folytatni, és lehet konkretizálni, hogy a szlovákiai magyarság politikai képviselete is egy emberként álljon e mögé. Mi volt a kerekasztal célja egy ilyen tervezetnek a kidolgozásával? Azt kell látni, hogy a szlovákiai magyar politikai környezet nem túl jó. Én most ockodnék attól, hogy minősítsem a pártokat, és ez egyébként nem is tisztem, és egyáltalán nem is szándékom. Ugyanakkor egy külső szemlélő számára, egy olyan szemlélő számára, aki mondjuk a szlovákiai magyarság érdekeit szem előtt valónak tartja, de lehet, hogy a pártpolitika annyira nem is érdekli, feltűnhetett, hogy az utóbbi pár évben rendkívüli módon leromlott a politikai közbeszéd minősége. Ez alatt azt értem, hogy amikor politikai témákról vitatkoztunk, vagy vitatkoztak a politikusok, akár egy párton belül, akár hogyha megalakult, tehát miután két párt versengett egymással a szlovákiai magyar szavazatokért, akkor két párton belül, ez a párbeszéd ez nagyon sokszor egyáltalán nem arról szólt, amiről kellett volna. Nem arról szólt, hogy védjük meg a szlovákiai magyarságnak az érdekeit, és hogy képviseljük őket. Nagyon sokszor személyeskedésről szólt. Nagyon sokszor olyan dolgokról szólt, amelyeknek egyébként semmi helye nem lenne egy egészséges politikai vitában. Egy ilyen környezetben, egy ilyen hideg és egymástól távolságot tartó, egy ilyen megosztott politikai érdekképviselet senkinek sem az érdeke. Legkevésbé a szlovákiai magyarságnak az érdeke, hogy egy ilyen érdekképviselet létezzen. Legkevésbé az az érdekünk, hogy a probléma megoldás helyett jó magyarokról és rossz magyarokról beszéljünk, vagy olyanokról, akik jó úton járnak a szlovákokkal való kommunikációban, és a rossz úton járnak a szlovákokkal való kommunikációban, hanem igen, is térjünk vissza a gyökerekhez. Hogy arról beszéljünk, amiről érdemleges, hogy emeljük egy új szintre a párbeszédet és a közügyeink megoldását. Ez volt tehát az indoka a kerekasztalnak arra, hogy megpróbálja valamilyen módon tető alá hozni ezt a megállapodást, és megmondom őszintén, hogy engem személyesen meglepett, hogy a kezdeti meglehetősen hideg fogadtatás után a pártok is hajlandóak voltak érdemben a dokumentumban lefektetett pontokról tárgyalni, kompromisszumokat kötni, és a végén megszületett egy olyan dokumentum, ami gyakorlatilag mindenki számára képvisel egy közös kiindulópontot. A kulcs viszont a kiindulópont, mert abban a pillanatban, hogy megszületik a dokumentum, akkor fel kell magunknak tenni azt a kérdést, hogy ez mire jó. Mit érünk egy darab papírral, amiből egyébként már született nagyon sok hasonló. Beszélni valamiről a legkönnyebb, lehet onnan hiányolni dolgokat, lehet, hogy a semmit oldottuk, és lehet, hogy tényleg a legrosszabb dolog történt meg, hogy a kerekasztal legitimizálta a korábbi két pártnak a ténykedését, hiszen azoknak csak rá kellett bólintaniuk egy dokumentumra, és az élet az megy tovább. Én úgy érzem, hogy ennél azért egy fokkal messzebb gondolkodtunk távlatokban, és gyakorlatilag ezeket a távlatokat szeretném egy kicsit közelebb hozni a kerekasztal tagjaihoz. Miért volt a kerekasztal számára fontos, hogy ez dokumentum, ez megszülessen? És miért volt fontos, hogy ez dokumentum kiinduló pontként szolgáljon a jövőhöz? Én úgy vélem, hogy a szlovákiai magyarok kerekasztalának az egyik sarkalatos célja az, hogy a szlovákiai magyar közösséget, a szlovákiai magyar közösség fennmaradásához és gyarapodásához szükséges feltételeket, azokat megteremtsük, ahol nincsenek adva ezek a feltételek, és megerősítsük. Mert hogyha van egy erős szlovákiai magyar közösség, akkor ott a szlovákiai magyar civil szféra is erős. Akkor ott azzal a helyzettel gyakorlatilag mindenki nyer. Azt kell látni, hogy a jelenlegi helyzetben Szlovákiában nem túl jó szlovákiai magyarnak lenni. Rengeteg ok miatt nem jó szlovákiai magyarnak lenni. Rengeteg olyan pont van, ahol változtatni kéne. Rengeteg olyan téma van, ahol szükség van arra, hogy az érdekképviseletünk, az érdekérvényesítésünk erősebb legyen, mint most, mint jelenleg. Meg is lehetne pár pontot nevezni, és én úgy vélem, hogy erről még sok szó is fog esni. Meg lehetne nevezni a hiányzó gazdasági érdekképviseletet, meg lehetne nevezni azt, hogy mint arra szerintem az elmúlt nap eseményei, a konferencia első napjának az eseményei rá is mutattak, hogy a felsőoktatás terén valóban nagyon-nagyon sok megoldásra váró probléma van. Meg lehet nevezni azt, hogy a szociális ügyek kisebbségi vonzatával eddig nagyon-nagyon kevesen foglalkoztak. Meg lehet nevezni azt, hogy a roma kérdéssel ment a pártjaink mellett és a politikai érdekképviseletünk mellett, de rengeteg más dolgot is meg lehet nevezni. Az egyik ilyen dolog, és most
közvetlenül arra utalok, hogy miért született meg a politikai, a szlovákiai magyar alapdokumentum. Az egyik ilyen dolog az, hogy a szlovákiai magyar közösség hangjai szállja a szlovák közvélemény szemében. Ez ugye a politikai érdekképviseletünk. Hogyha a szlovák közvélemény kíváncsi arra, hogy milyen követelései vannak, vagy milyen vágyai vannak, vagy mit gondolnak a szlovákiai magyarok bizonyos témákról, akkor arra kapják fel a fejüket, hogyha azt a dolgot Pugár Béla vagy Berényi József fogalmazza meg. Valaki, akit megkérdez a televízió. Egyébként hozzátehetném, hogy sajnos. Tehát nem minket, nem. A politikai érdekképviseletünknek megvan a saját felelőssége. És nekünk pedig az a felelősségünk, hogy a politikai érdekképviseletünk egyetértsen bizonyos olyan alapdolgokban, amelyekben korábban ez az egyetértés vagy nem volt eléggé hangsúlyozva, vagy pedig valóban a személyeskedési vagy egyéb egyéni érdekek hátterébe volt szorítva. Én úgy érzem, hogy az alapdokumentum erre ad egyfajta alapot vagy választ, és ami ennél is fontosabb, ugye az, hogy feltegyük magunknak a kérdést, hogy hogyan tovább, hogy miként jutunk el az alapdokumentumból lefektetett papír elvektől egészen a konkrétumokig, addig, hogy valami érdemben is változzon. Mert hogy valahol ez a legfontosabb, és ez a dolog, amivel kapcsolatban nagyon sokan egyébként, ez a dolog, amit nagyon sokan számon is kértek a kerekasztaltól, hogy nem eléggé konkrét ez a dokumentum, hogy nincs benne lefektetve egy cselekvési terv, hogy pontosan ekkor és ekkor ezt és ezt kell csinálnunk. Ez tény. Ez ebben a dokumentumban nincs benne, és egyébként én személy szerint nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a politikai pártok beleegyeztek volna egy ilyen konkrét cselekvési tervnek a megvalósításába, ami a politikai pártokat egyébként hát a saját létükben ingatta volna meg, hiszen arról van szó, hogy nem tudják egymással szemben azdosítani magukat. Ilyen dolgot nem kértünk tőlük. Nem kértünk valamiféle művileg szorgalmazott egyesítést. Nem ez volt a cél. A szlovákiai magyarok kerekasztalának a célja a következőkben csak az lehet, hogy a dokumentum az nem maradjon papíron, hanem valósuljon meg. Kérdés, hogy hogyan? Hogy mit tud tenni egy olyan szervezet, egy olyan társulás, ami gyakorlatilag ugye egyesít magában bizonyos szempontból 105 célszervezetet. Milyen mozgásterünk van? Nagyon fontos magunknak feltenni ezt a kérdést, és nagyon fontos feltenni ezt a kérdést, hogy akkor innen hogyan tovább. Én úgy gondolom, hogy az érdekképviseletnek, és annak, hogy átültessük a gyakorlatba azokat a dolgokat, amiket megfogalmazunk, van három módja. Valamelyik alkalmazható, valamelyik nem alkalmazható ebben a környezetben. Amikor egy civil szervezet valamit csinál, háromfajta módon érvényesítheti az akaratát ugyanis. Az egyik, az a legkézenfekvő dolog, hogy megcsinálja saját erőből és saját forrásokból. A szlovákiai magyarok kerekasztala nem tudja azok alapdokumentumban lefektetett elveket saját forrásokból megtenni, hiszen nincs politikai képviselete. A politikai pártokra ebből a szempontból egyértelműen rá van szorulva arra, hogy velük kommunikáljon és velük egyeztessen. A másik ilyen az együttműködés. Annak a tudatosítása, hogy lehet, hogy a politikai pártoknak is egyébként érdeke, hogy a lefektetett elveket, vagy a konkrétabb elveket tudatosítsák, hogy egyszerűen az ő kapacitásaikat, vagy tehát erőforrásaikat lehet, hogy meghaladja egy bizonyos területnek a kidolgozása, és lehet, hogy nekik is egyébként érdekük a kerekasztallal ilyen dolgokról tárgyalni. A harmadik és a végső módszer pedig természetesen a nyomásgyakorlás. Ez nagyon agresszívan hangzik, de egyébként nem az. Arról van szó, hogyha egy tervezet létezik, akkor az már önmagában cselekvéskényszer elé állítja a külső szereplőket. És nem is feltétlenül csak a szlovákiai magyar politikai pártokról beszélek, hanem a szlovákiai közösségről, a szlovákiai parlamentről. Mert hogyha abban a pillanatban, hogy egy tervezet, hogy a alapdokumentumnak az egyes pontjainak az átültetését szorgalmazó tervezet kész van, akkor sokan felteszik maguknak a kérdést, hogy de hát ha ez létezik, akkor miért ne lehetne megvalósítani? Mi az akadálya? Akkor már nem arról beszélünk, hogy minek kéne lennie, hanem arról beszélünk, hogy kéne átültetni a gyakorlatba azt, ami van. És sajnos én úgy érzem, hogy a szlovákiai magyar közbeszéd eddig a pontig nem nagyon jutott el, a kerekasztalnak ambíciója, hogy egészen idáig el tudjon jutni. Tehát, mint mondtam, a dokumentum nem túlságosan sokat ér, hogyha nincs mögötte konkrét alap. És az, amikor a kerekasztalnak az irányultságáról beszéltem az előbb, amikor arról beszéltem, hogy milyen területekkel kell gyakorlatilag foglalkozni a kerekasztalnak, mert egyszerűen más nem foglalkozik vele, akkor tulajdonképpen arról beszéltem, hogy ezt a dokumentumot a gyakorlatban milyen úton, módon
tudnánk átültetni indirekt módon. A pártokat partnerként kezelve, a szlovákiai magyarságot partnerként kezelve, úgy, hogy azon mindenki csak nyerjen. Én úgy érzem, hogy a következő pár órában nagyon sok sugallatot fogunk arra kapni, hogy konkrétan miről is lenne szó, hiszen én még mindig nagyon homályosan beszéltem, akkor is, amikor azt mondtam, hogy konkrétumokról beszélünk. Hallani fogjuk majd Petőcz Kálmán adását az oktatásügy területén, hallani fogjuk, hogy Antalik Imre, Imrének milyen víziói vannak, mint a gazdasági bizottság vezetőjének. Nagyon röviden korábban már beszámoltam a jogsegélyszolgálat tevékenységéről. Láttuk, illetve elolvashattuk, hogy a magyar ISK bizonyos szempontokból miként, vagy milyen módon járult hozzá a szlovákiai magyarság kéréseinek, vagy véleményének interpretálásához. És természetesen, ami az önkormányzatiságot illeti, ott pedig a alapdokumentumban lefektetett elveket, mi igazából már meglehetősen konkrétan meg is fogalmaztuk az előző konferencián is, és most pedig még konkrétabb formába öntöttük, azt szeretnénk szintén, hogy ezzel a párbeszéd eljusson a következő szintre. Én végezetül tényleg csak annyit szeretnék megjegyezni, és arra szeretnénk kérni a kerekasztalnak a szervezeteit, hogy ebben a dologban legyünk egymás partnerei, és nagyon remélem azt, hogy későbbiekben azok a konkrétumok, amelyeket meg fogunk fogalmazni, azok valóban eléggé erős legitimációt biztosítanak majd önmagukban ahhoz, hogy ezek ne papíron maradjanak, hogy ne a fióknak dolgozzunk, hanem hogy eljutassuk a szlovákiai magyar érdekképviseletet, a szlovákiai magyarságot egy következő szintre. Nagyon szépen köszönöm.